Valentin nap a szerelmesek napja. A nyugatról érkező új szokás Szent Bálint napjára esik, aki többek között a jegyesek védőszentje is. A piros szívecskékben gazdag napot azonban sok országban másként ünneplik. Finnországban például ez nem a szerelem, hanem a barátság napja. A romantikában gazdag Olaszországban pedig a szerelmesek tavakat, folyókat átívelő hidakon találkoznak, hogy lakatot zárjanak a híd korlátjára, ezzel pecsételve meg örökké tartó szerelmüket. Kőbányán a Kőrösi Kulturális Központ munkatársai arra voltak kíváncsiak, hogy nálunk mivel kedveskednek egymásnak a párok. A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ egy kézműves pályázatot hirdetett Valentin nap alkalmából. Volt bennünk azért egy kis bizonytalanság, hogy vajon ezt a pályázatot hogyan fogják fogadni, hiszen ezt az ünnepet nagyon sokan, sokféleképpen értelmezik, de végül mégis úgy döntöttünk, hogy belevágunk ebbe a kezdeményezésbe. Belevágunk azért is, mert egy viszonylag nehéz időszakon vagyunk túl, vagy lehet, hogy még benne vagyunk ebbe, és úgy gondoltunk, hogy most ebben a periódusban, ebben az időszakban még inkább szükséges, hogy egymás felé kifejezzük érzéseinket, szeretetünket. És jól tettük, hogy megszerveztük ezt, beigazolódott, hogy igenis az emberek szívesen részt vesznek egy ilyen pályázaton, hiszen várakozáson felüli volt a beérkező pályázatoknak a száma. Örömmel mondhatjuk el, hogy összesen 17 településből 103 pályázó, 123 munkáját fogadhattuk be, és ami külön öröm volt számunkra, hogy határon túlról is érkeztek pályaművek. A Valentin napra elkészített alkotások, meglepetés ötletek, ünnepi ételek vagy éppen lakásdekorációk fotójával lehetett nevezni, a beérkezett pályaművek elkészítési technikája széles palettát ölel fel. Erről beszélgettünk Földényi Krisztinával, a Kőrösi Kulturális Központ munkatársával. Minket is meglepett, hogy milyen sokféleképpen tudják az emberek kifejezni a szeretetüket. Érkeztek sütemények, szendvicsek, érkezett reggeli, érkezett egy festmény, ami kifejezetten Valentin napra készült, fonalgrafika, több olyan különleges technikával készült kompozíciót is kaptunk, ami könyvek újrahasznosításával készült. De érkezett olyan pályázat, nem is egy, aminek az alkotója kihangsúlyozta, hogy számára fontos a környezetvédelem, fontos a természetes anyagok használata, gyapjúból, újrahasznosított gombokból, kihegyezett ceruzának a ceruzabeléből készült alkotások. Úgyhogy igaziból szinte azt látom, hogy természetesen a fantázia az ugye határtalan, a szeretet is határtalan, a szeretet kifejezésének a módja is ugyanilyen határtalan, illetve hát a pályázóknak az életkori megoszlása is ugyanezt a következtetést mondatja ki velünk, hogy hát a 2 éves kortól egészen 80 éves korig érkeztek jelentkezők. Nagyon örülünk neki, hogy ekkora nagy megmozdulás volt erre a kiírt pályázatunkra. Milyen díjakat kapnak, milyen ajándékokat kapnak a díjazottak? Szerettük volna mindenképpen az ajándékokban is kifejezni a kőbányaiságunkat, és olyan ajándékokat választottunk, amiben akár egy Valentin napi csokor is jól mutat, de az év minden napján jól mutat benne a virág. Kőbányai porcelángyár termékeivel, a kőporc termékeivel ajándékozzuk meg a nyerteseket. Nagyon szép vázákat kapnak, de gondoltunk arra is, hogy egy kicsit megédesítsük egy-egy pillanatát minden pályázónknak, úgyhogy csokoládék, teák is a csomag részei lesznek. A Kőrösi Kulturális Központ által kiírt Valentin napi kézműves pályázaton 3. helyezést ért el Belényi Rutai Katalin tűnemezeléssel készült munkája, melynek címéül egy idézetet választott: szeretni semmi, ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden. 2. helyezést ért el Tankó Balog Lili, 9 éves pályázónk, szív függő dísze. 1. helyezést ért el Troján Éva, Somoskő Újfaluról pályázó résztvevő, papírhengerből készített szív dísze.
A pályázat különlegessége, hogy Kőbánya előjárói, a polgármester és az alpolgármesterek is szintén részt vettek a zsűrizésben, és az általuk kiválasztott pályaművek alkotói külön díjban részesültek. Szimbolikus helyszínen vagyunk most a házasságkötő teremben, ahol értékeljük kollégáimmal, a polgármester kollégáimmal, a Kül- és Kulturális Központ munkatársaival a beérkezett alkotásokat. Nagyon sokak fantáziáját megmozgatta a pályázat, hiszen több mint 200-an vettek részt, adtak be különböző munkákat, és nagy örömünkre nagyon sokan Kőbányáról, de az ország minden pontjáról, illetve határon túlról is érkeztek pályamunkák. Nem volt könnyű kiválasztani a győzteseket, a díjazottakat. Feleségemmel hosszasan tanakodtunk, hogy mi kinek a pályamunkáját díjaznánk, kire szavaznánk. Végül azon alkotás mellett döntöttünk, amely Balogh Edit kezemunkáját dicséri, aki újra hasznosított anyagokból alkotta meg a kis képét. A külön díjunk egy kőbányai váza, az itteni porcelángyárban készült. Bízunk benne, hogy sok valentinnapi virág kerül majd bele. Az alpolgármesterek által kiválasztott pályaművek alkotói szintén kőbányai porcelánvázát, csokoládét és teát kaptak. Lehetőségünk nyílt kiválasztani egy külön díjat, ami a szívünkhöz közel áll ezen a szép ünnepen. Egy 11 éves kislánynak a rajza tetszett meg nekünk, azon akadt meg a szemünk. Ebben az egyben meg tudtunk egyezni, a második, harmadik, negyedik, stb. Helyezettekben már nem. Ying Anuo az alkotó, és két gyönyörű flamingót ábrázol, egy fiút és egy lányt. Nagyon sok boldogságot kívánok mindenkinek, sok szeretetet, és emlékezzenek meg arról, akit a legjobban szeretnek. Ajándékozzák meg hasonló, jó szívvel, mint ahogy én is teszem a különdíj átadásakor. Weber Tibor József és felesége választásánál az alpolgármester könyvtáros múltja és egy idézeti szerepet játszott. Amikor átnéztük a kőbányai Valentin napi pályázatokat, akkor a feleségemnek egy idézet jutott az eszébe. A gravitáció nem tehet arról, hogy szerelembe esel. A választásunk egy könyvszoborra esett, ami egy szív alakú könyvszobor. Juhászné kis Henrietta. Mustó Géza Zoltán és Radványi Gábor alpolgármesterek nem tudtak részt venni a díjátadó eseményen. Az ő külön díjaikat Györfi László ismertette. Mustó Géza Zoltán alpolgármester úrnak a kiválasztott alkotását szeretném ismertetni. Csorba Csaba Máté Szalkai részvevő munkájára esett a választása, és ehhez alpolgármester úr is egy indoklást is küldött. Számomra ez a kép azt jelképezi, hogy ha az ember szerelmes, ha belép egy új kapcsolatba, akkor annak az alapja a kölcsönös tisztelet, sőt, részben fel is adunk magunkból valamit, kompromisszumokat kötünk, de egyúttal ezáltal többek is leszünk, hiszen a másik is átad magából, személyiségéből, bizalom, tisztelet, megbecsülés. Nekem ez jelenti a szerelem, és a választott kép ezt juttatta eszembe. Gratulálok minden pályázónak, igazán színvonalas művek érkeztek. Amikor elkezdtem nézegetni, azon vettem észre magam, hogy elmosolyodtam. Érdekes volt látni, kinek mit jelent a szerelem, szeretet, párkapcsolat. Radványi Gábor távollétében ismertetem, hogy az alpolgármester úr választása Je Juxuan Tom munkájára esett, aki az Üllői úti általános iskola 14 éves fiú tanulója. A beérkezett ajándék ötletek fotóit a Kőrösi Csoma Kőbányai Kulturális Központ Facebook oldalán tették közzé.